Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Ez a legelső Mit viseltem a héten című videó, és ez a legelső outfitem, amit itt láttok most rajtam. Kezdjük akkor fentről lefelé, illetve kezdjük a táskával, mert ezt le is teszem, mert borzasztó melegen van. Szóval most ezt a Louis Vuitton Speedit használom. Szoktam elég gyakran váltogatni a táskáimat, ezt a szuper cuki nyuszit pedig a Pull&Bear-ből szereztem be. Ez a felső, amit rajtam láttok a legutóbbi haul videómban már bemutattam, nektek ezt a Shein-től rendeltem egyébként. Nagyon-nagyon praktikus ebben a borzasztó melegben, hiszen nagyon kis szellős. Ide begyűrtem most a derekát. A farmert azt hiszem a Romvétól rendeltem még korábban, ez egy ilyen bőfazonú, kicsit ilyen mom fit vagy boyfriend jeans, nem is tudom melyikhez hasonlít jobban. Aztán feltettem hozzá ezt a Gucci övet, mert eléggé bő a dereka, úgyhogy szeretem, hogyha valami fogja a derekamat. A szandálom ez zarás, körülbelül 2 évvel ezelőtt vettem, de imádom, nagyon-nagyon kényelmes, nagyon sokat hordom, és egy ilyen egyszerű outfitet is nagyon jól fel lehet vele dobni. Kiegészítőket nagyon ritkán és nagyon minimál mennyiségben hordok, ez a fehér arany kis fülbevaló szinte napi használatban van nálam, jelenleg nyaklánc nincs rajtam, ez a Daniel Wellington óra, amit ma felvettem, ez pedig egy Mariesi karkötő, ez a Rose Gold Enjoy Life feliratos, nagyon-nagyon szeretem, tavaly nyáron vettem a Balatonnál, illetve kaptam a névnapomra, úgyhogy nagyon sokat hordom nyáron. A napszemüveg, ahogy mondtam, a Ray-Ban napszemüvegem, amit egyébként ma itt hagytam, és egyébként az egész outfitemről elmondható, hogy nem az időjárásnak megfelelően öltöztem, mert majd megsültem. Amit még kifelejtettem, az pedig a rúzsom, amit most viselek, ez egy körülbelül 600 forintos Fridama márkájú rózsaszín rúzs, de nagyon szeretem, több színben is van nekem egyébként, úgyhogy most jelenleg ezt látjátok a számon. A sminkem pedig teljesen minimál, amit legtöbbször hétköznapokon viselni szoktam. Úgyhogy ennyi, ez volt a hétfő outfitem, találkozunk holnap. Sziasztok, itt vagyok újra, most érkeztem haza, úgyhogy én nem reggelente veszem fel az outfitjeimet, hanem délutánonként. Tehát vegyük sorra, van rajtam ez a top, amit szintén a legutóbbi hold videómban láthattatok, ez Bershkás, ez a kis felső, nagyon-nagyon szeretem. A szoknya az Stradivariusos, egyébként nem olyan vékony szoknya, szóval annyira nem nyári, de mégis valamiért ma úgy gondoltam, hogy menni fog ehhez az outfithez. A szandálom szintén zarás szandál, nagyon-nagyon szeretem, nagyon kényelmes, csak úgy, mint az összes többi szandálom, amit a Zarából vettem. A táska pedig, amit rajtam láttok, ezt a Shein-től rendeltem. Ha esetleg láttátok a legutóbbi Mi van a táskámban című videómat, abban részletesen is bemutattam és beszéltem róla. Variálható hosszú, rövid pántú vállra, kézbe vagy keresztbe is lehet venni. A nyaklánc, amit rajtam láttok, ez egy csima kis fehér arany nyaklánc, kővel a közepén. A Michael Kors órámat vettem, ma fel ezt nagyon sokat hordom. A napszemüveg, amire ma rajtam volt, ez egy mangós napszemüveg, már elég régi, de nagyon-nagyon szeretem, kis klasszikus fazon. A rúzsa, amit a számon láttok, ez az Agent&M Powder Puff nevű rúzsa. Már több videómban láthattátok, nagyon-nagyon szeretem, gyönyörű szép rózsaszínes nude színe van. És szerintem a top 10 nude színű rúzs videómban is felbukkant ez a szín. A szemsminkemet egy picit ma rózsaszínesre vettem. Az egyik pupa monoszemhéjfestékemet használtam, ami a tavaszi kollekciónak a része volt, és egy nagyon pici barna színnel elsatíroztam, de a többi az tényleg teljesen egyszerű, úgyhogy ennyi lettem volna, mára találkozunk holnap. Itt vagyok a heti 3. outfittel, ahogy láthatjátok, ma nagyon színesen öltöztem fel csak a feketébe. A táska, ez a Speedy van nálam a nyuszival. A ruha, amit rajtam láttok, ez egy vagy 2 éves ruha, azt hiszem Pull&Bear-es, de nagyon szeretem, nyáron is nagyon praktikus, mert ilyen kis nyitott az eleje, az oldala is itt hátul is. Nagyon-nagyon kényelmes ezekben a meleg napokban. A szandál, amit rajtam láttok, ez retrós szandál, egy nagyon régi gumiszandál, de szerintem az összes közül a legnagyobb kedvencem, mert nagyon-nagyon kényelmes, és nagyon sok outfithez nagyon jól passzol. A hajam már egy kicsit szétjött ebben a szélben. A napszemüveg, ami ma volt rajtam, ez a Newcheek oldaláról rendeltem, ez a barna keretes, színátmenetes, de van ugyanilyen fekete kerettel, ugyanilyen színátmenettel, nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat hordom ezt a napszemüvegemet is. A rúzs, amit most rajtam láttok, ez pedig a Pupa Summer in LA nyári kollekciójának az egyik rúzsa,
mégpedig a 002-es színű narancssárga színű rúzs. Ezt pedig a top 10 piros színű rúzs videómban láthattátok, mert bár narancssárga színe van, nagyon-nagyon szeretem és rengeteget hordom. És mivel ma is elég minimálra vettem a sminket, egy nagyon pici barna szemhéjfestéket vittem fel a szempilláim tövébe, és barna szemceruzát ide alulra, ezért gondoltam, hogy egy ilyen intenzívebb színű rúzsát dobom fel. Az órám azt továbbra is a Maker Course, és ezt az aranyszínű karkötőt vettem fel hozzá, úgyhogy ennyi lettem volna mára, találkozunk holnap is. Sziasztok! Ma már csütörtök van, ki szereti a csütörtököt? Már holnap péntek. Szóval ez a mai outfitem, a táska még mindig a Speedy, bár a hétfőn mondtam, azt hiszem, hogy gyakran váltogatom a táskáimat, de most valahogy ezt úgy éreztem, hogy passzol a mai outfitemhez is. Ez a kimonószerűség, vagy poncsó, vagy kimonó, nem is tudom, hogy hívják. Ezt a Rombétól rendeltem. Ha megtalálom egyébként a ruháknak a linkjét, amiket így a héten bemutatok nektek, akkor arról az infoboxban meg fogjátok találni. Az atléta, amit alatta viselek, ez egy H&M-es atléta. Nagyon kényelmes, kis, könnyű nyári anyagból van. A nadrágom az sínes, ez egy nagyon kényelmes farmer, nyáron is nagyon praktikus, hiszen ki van vágva a térdénye. A szandálomat a Rose Gall oldaláról rendeltem szerintem tavaly tavasszal valahogy, nagyon-nagyon szeretem eszméletlenül kényelmes szandál, rengeteget hordom, és ugye, színéből adódva minden outfithez szuper jól passzol. Menjünk tovább akkor, az óra ma is a Daniel Wellington órám van rajta, és ma ezt a Sofil karkötőt vettem fel. Erről szerintem egy unboxing videót láthattatok a csatornámon, nagyon cuki kis muffin formájú figura van rajta, egy szívecske, egy szívecske alakú lakat, kulcssal és lánccal, itt pedig egy rose gold kapocssal. A számon, amit láttok, ez a Pupának a Duo Lip Twist nevű terméke. Picit sötétebb színű, mint amit itt a tubusban mutat, de nagyon finom, krémes állaga van, és nagyon-nagyon hosszan fennmarad a számon. A szemsminkemet is szintén minimálra vettem a mai napon, ahogy az összes hétköznapi napon szoktam. Egy nagyon pici bronzos szemhéjfestéket vittem fel a mélyítővonalamba, és fekete szemhéjfestékkel a szempilláim tövét kihúztam. Egyébként ezen kívül az arcomon csak a szokásos. A napszemüveg pedig, amit ma vittem magammal, ez szintén a Ray-Ban napszemüvegem, nem jut eszembe most ennek a fazonnak a neve, de alulra ezt is belinkelem nektek az infoboxba. Úgyhogy holnap péntek van, ahogy mondtam, és holnap valószínűleg két outfittel fogok jelentkezni nektek, hiszen holnap dolgozni is fogok, meg délután indulunk a Balatonra is, úgyhogy izgis lesz. Tartsatok velem holnap is. Sziasztok, itt vagyok újra, végre péntek, gyorsan eltelt ez a kis idő. Az első pénteki outfitemet itt látjátok rajtam, a táska még mindig ugyanaz. Ez a kis ruha, amit rajtam látok, ez pull and bear-es. Nem annyira új darab, de mivel tökéletesebb a forróságban, ezért gondoltam, ma ezt veszem fel. Hátul ilyen egészen nyitott, és itt elől is azért eléggé ki van vágva. A szandálom héten szerintem már láthattátok, ez a retrós szandálom, ez a tiszta gumi szandál, de egyszerűen imádom. A nyaklánc, amit rajtam láttok, ez a happinessboutique.com oldalról rendeltem. Van rajta egy ilyen kis gyöngy és egy szívecske, nagyon kis, szolid, visszafogott, de minden ruhához, minden outfithez szuper jól passzol. Az órám megint a Michael Kors, más most jelenleg nincs rajtam. A napszemüveg, amit ma vettem fel ehhez az outfithez, ez a Ray-Ban Aviator napszemüvegem. Ez már egy nagyon sok éves darab, de szerintem ez teljesen időtlen is. Minden időben, minden outfithez nagyon jól passzol, legyen az elegánsabb vagy sportosabb. A szájfény pedig, ami a számon van, ez a Paul Moyes-nak a nude színű szájfénye. Nagyon szeretem, nem kell óránként újra kenni, nem szívja be a szám, úgyhogy szuper tartós. A sminkem, ahogy láthatjátok, teljesen minimál, ugyanis ma reggel abszolút semmire nem volt már időm, csak egy kis szempillaspirálra, meg az arcomon a szokásosra. Úgyhogy egyelőre ennyi,
még egy outfittel tartozom nektek, és akkor vége is a hétnek. Ha elfelejteném mondani, akkor alulra a kommentek közé írjátok meg, hogy hogyan tetszett nektek ez a típusú videó. A fényekért elnézést kérek, tudom, hogy voltak benne ilyen érdekességek, csak pont mindig olyan időpontban érkeztünk haza, amikor bombázott be a nap. Ha felhúztam a redőnyt, akkor teljesen vakított a fény, ha lehúztam, pedig ilyen foltos is. Színváltós volt itt ott a videó, ezért elnézéseteket kérem, ezt igyekszem kiküszöbölni. Úgyhogy ha szeretnétek a jövőben is ilyen videót, akkor dobjatok rá egy lájkot, és még jövök egy outfittel nektek. Oké, szóval az utolsó outfitnél a hangfelvételre már nem volt időm, ezért ezt így pótolom nektek, de vegyük sorra, hogy mi van rajtam. Átvettem ezt a Michael Kors karkötőmet, a Michael Kors órám maradt. A táskát átcseréltem a Louis Vuitton Never Full-ra, hiszen ezt nagyon szeretem utazáskor, mert rengeteg minden fér bele. Amit a táskámon láttok, kis makaronokkal díszített, igazából kulcstartó vagy táskadísz, ezt az öcséméktől kaptam Madridból tavaly elő. Ez a kimono, ez a rombétól van. Igazából csak nyáron szoktam hordani, és leginkább csak dizájnelem gyanánt, hiszen eléggé kivágott, két oldalt fel van sliccelve alul, de szerintem nagyon jól tud mutatni egy ilyen minimál outfithez. Ehhez vettem fel az egyik fehér Nike sportcipőmet, a rövid nadrágom szintén rombés, ez a fehér body pedig beskás, és ennyi lettem volna a hétre. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha találkozunk legközelebb. Sziasztok!